A Velencei tónál igazi western hangulatot hozott létre a kisebbek csoportja. Egész héten próbáltak a gyerekek. Bár a színjátszásban sokuknak van rutinja, a western műfajával csak most ismerkedtek meg. Két csoportban folyik a szakmai képzés. A kisebbekkel Buzatima a színésznő foglalkozik, és egy western kis rövid történetet adnak elő. Ma este lesz majd a bemutató a szülők előtt. Érdekes, mert a gyerekek még a western szót se ismerték, a kicsik annyira kikopott ez a műfaj. Remélem, világosan fejeztük ki magunkat. A western stílust hamar elsajátították a gyerekek, megismerhették a szabad vagy nyugati világ derűs, de árnyoldalait is. Én egy bandita vagyok, a fő bandita, és nem nagyon lepett meg, mert már voltam jó szerepbe is, rossz szerepbe is, úgyhogy nekem ez kb. Rutin. És melyik a jó vagy a rossz szerep? Hát... én jobb szeretek jó lenni, de hogyha rossz vagyok, az se árt. És bár fontos, hogy a produkciót játékként éljék meg, egy-egy ilyen próba összpontosítást és önfegyelmet is igényel tőlük, és persze nyitottságot, hiszen a színjátszás mellett kulturális ismeretekkel is gazdagodnak. Ismerkedünk Ennio Morricone munkásságával, zenei világával, és azzal a kicsit brutális világgal, amivel a mai gyerekek talán nem is találkoznak, egészen más az ő világlátásuk. A középiskolás korosztály improvizációra építette előadását, és bár van a darabnak rendezője, a színpadon egy közös alkotást, a csapatmunka gyümölcsét láthatjuk. Kafka kastélya például egy jó inspiráció volt számunkra, amiből így ki tudunk indulni, de alapvetően nem hoztunk semmi szöveget. Abszolút itt készülnek el a jelenetek. Egy utazás tulajdonképpen, nem akarok túl sokat elárulni a történetről, de egy fiú érkezik egy táborba, egy fiktív táborba, és az ő utazását nézzük meg egy olyan világban, amiről ő csak azt hitte, hogy ez egy tábori hangulat lesz, de valami egészen más kalandba keveredik. A fiatalok előadása tulajdonképpen tábor a táborban, reflexió egymásra és önmagukra. Mi más is lehetne egy tábor lényege? Az itt készült előadásokat a tervek szerint a szélesebb közönséggel is megosztják majd.